Nyolc bográcsban rotyogott a Szüret ízei főzőverseny résztvevőinek finomabbnál finomabb és változatos étele. Volt ki kakas, birka, csülök vagy éppen körömpörköltet főzött, de akadt babgulyás is a tűzön. Egyesületek és baráti társaságok fogtak fakanalat. A győztes jutalma egy bográcsos marcipán torta volt, melyet a Dunaföldvári Vöröskereszt szervezete nyert meg. Ők vegyes disznópörköltet készítettek. 4 kiló csülök volt, 6 kiló lapocka, és hát természetesen magyar fűszerekkel tettünk bele, hát só, bors, paprika természetesen, akkor egy kis lecsó, köménymag, egy kis babérlevél és fokhagyma. 45 éve rendezi meg a Kertbarát Egyesület a Városbora versenyét, melyet neves szakértők bírálnak. Ennek az eredményhirdetését a Szüreti Fesztiválon tartották. Révész István vörös, Bajnok József fehér és Rozé bora lett a nyertes. E három kategória mellé 2 éve az Otello is bekerült a repertoárba. Ebben Vicai János bora vitte el a pálmát. Az Otello Dunaföldváron nagyon elterjedt szőlőfajta, valamikor a filoxéra vész után került hazánkba, és ha valakinek be kell azonosítani Dunaföldvárt, akkor a Spenót, a Dunahíd és az Otello talán ebben a sorrendben. A színpadi programok mellett idén sem maradhatott el a több évtizedes hagyománnyal bíró szüreti felvonulás. Lovasokkal, kocsisokkal, mazsorettekkel, fuvoszenekarral, néptáncosokkal.